Tudod, hogy kizártak, mert elfogadtam a keleti villámlást, igaz? Tudom. És szeretnél többet is megtudni a dologról? Mindenképpen. Pont erről beszéltem. Tökéletes. És most itt vagyok. Hála az Úr útmutatásának. Hála az Úr. Hála az Úr. Hoztam vizet. Parancsoljunk. Köszönjük. Köszönjük. Miért ítéli el vakon a vallásos világ mindenható Isten megjelenését és munkáját? Mert nem félik Istent a szívükben. Nem figyelik az ő eljövetelét. A saját elképzeléseik alapján vakon elítélik Isten munkáját. Így az Úr elhagyta őket. Van benne valami. Te miért fogadtad el a keleti villámlást? Igen. Rendben. A Jelenések könyve szerint, akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Ámen. Olvastam mindenható Isten szavait, és a szavai minden bizonnyal a Szentlélek szavai a gyülekezetekhez. Minél többet olvastam, annál inkább megvilágosodtam. Úgy hangzott, mint az Úr hangja. Így tudtam, hogy visszatért. Ha a vakon követed a pásztort, mindenható Isten szavának tanulmányozása nélkül, valóban balga szűzzé válsz, és a sötétségbe zuhansz. Tehát egyedül úgy fogadhatjuk el a keleti villámlást, ha többet olvassuk az ő szavait. Így megérted, miről szól a keleti villámlás. Ne hallgass arra, amit a KKP és a vallásos világ mond. Minél többet hallgatod, annál inkább megtévesztenek és megmérgeznek. Csak mindenható Isten szavait olvasva ismerheted meg az igazságot. Ámen. Ő minden titkot és proféciát feltárt a Bibliában. Én tudtam, hogy ez Isten hangja, és elfogadtam. Tudom, hogy nem olvastátok az ő szavait, úgyhogy lejátszok nektek egy részletet. Nagyszerű. Nagyszerű. Nagyon szeretném hallani. Hála Istennek! Az egész világegyetemben végzem a munkámat. És keleten végtelenül dübörgő robajok hallatszanak, megrázva minden nemzetet és felekezetet. Az én hangom az, amely minden embert a jelenbe vezetett. Minden embert meghódítok a hangom által, hogy belezuhanjon ebbe az áramlatba, és alávesse magát nekem. Mert már régen visszavettem dicsőségemet az egész földről, és újból kibocsátottam azt keleten. Ki ne vágyna arra, hogy láthassa dicsőségemet? Ki ne várná visszatérésemet? Ki ne szomjazna újbóli megjelenésemre? Ki ne hiányolná kedvességemet? Ki ne jönne a fényre? Ki ne tekintené meg Kánoán gazdagságát? Ki ne vágyakozna a megváltó visszatérésére? Ki ne imádná őt, aki nagy hatalommal bír? A szavam elterjed majd az egész földön. Szembenézek választott népemmel, és több szót szólok hozzájuk. Mint a hegyeket és folyókat megrázó hatalmas mennydörgés, úgy mondom majd szavaimat az egész világ egyetemnek és az emberiségnek. Ezért a számban lévő szavak az emberek kincsévé váltak, és minden ember dédelgeti szavaimat. A villámok kelettől nyugatig villámlanak. Szavaimat nehéz kifürkészni. Az ember nem szívesen mond le róluk, és örvendezik nekik. Minden ember örül és boldog, ünnepli az én eljövetelemet, mintha egy csecsemő született volna. Hangom által minden embert magam elé hozok. Ezentúl nyilvánosan belépek az emberi fajba, hogy eljöjjenek engem imádni. Az általam sugárzott dicsőséggel és a szavaimmal elérem,
hogy minden ember elém járuljon, és lássa, hogy a villámok keletről villámlanak, és hogy én is leszálltam a keleti olajfák hegyére, hogy már régóta a földön vagyok, de már nem a zsidók fiaként, hanem a kelet villámaként. Mert én már rég feltámadtam, távoztam az emberek közül, majd dicsőséggel újra megjelentem. Én vagyok az, akit imádnak meg annyi korszak óta, és a csecsemő is, akit az izraeliták réges-régen elhagytak. Sőt, én vagyok a jelenkor dicsőséges, mindenható Istene. Járuljon mindenki trónom elé, és lássa dicsőséges arcomat, hallja a hangomat, és tekintse meg tetteimet. Ez az én akaratom teljessége. Ez a tervem vége és csúcspontja, valamint irányításom célja, hogy minden nemzet imádjon, minden nyelv elismerjen, mindenki vesse belém a hitét, s engedelmeskedjék. Ámen. Hála Istennek! Most először hallom az ő szavait. Szavai csodásak is, tekintélyük van. Igen. Csak is Isten mondhatta ezeket a szavakat. Emberi lény nem lenne erre képes. Ámen. Nyilván a Szentlélektől származnak. Igen. Milyen hatásos szavak. Olyan gyakorlatiasak és erősek. Igen. Csak Isten tud így beszélni. Ezek biztosan Isten szavai. Hála Istennek. Hála Istennek. De honnan tudod, hogy mindenható Isten a visszatért Úr Jézus? Igen. Amikor hittünk az Úrban, az azért volt, mert ő megmutatta az igazságot, és megváltott minket. Így elfogadtuk az Úr Jézust megváltónként. Az ő nevében imádkoztunk, megkaptuk a Szentlélek indítatását és az Úr Jézus irányítását. Így tudtuk, hogy az Úr Jézus az egyetlen igaz Isten megjelenése. Igen, ez így van. Ma eljött mindenható Isten, és sok igazságot megmutatott. Elvégezte az utolsó napok ítélő munkáját. Teljesítette a győztesek egy csoportját, legyőzte a sátánt, és dicsőséget szerzett. Az igazságok alapján, amelyeket elmondott, és az utolsó napok ítélő munkája alapján biztosan tudjuk, hogy mindenható Isten a visszatért Úr Jézus. Ha megvizsgáljuk, ez az Úr visszatérése kulcsfontosságú, hogy megállapítsuk, igazat beszéle, és meg tudja menteni az emberiséget. Ez a legfontosabb. Ez az igaz út. Ha kevés igazságot mondanak, és csak néhány szót, az egy próféta munkája. A proféták azt mondják, amire Isten kéri őket. Nem tudnak bármikor igazságot kifejezni, vagy elvégezni az utolsó napok ítélő munkáját. Mindenható Isten sok igazságot mondott, és a Biblia minden titkát feltárta. Ő nagyobb munkát végez, mint az Úr Jézus. Bár különböző a nevük és a munkájuk, lényegében ők ugyanaz az Isten. Olvassunk el még két passzust, és világos lesz. Rendben. Hála Istennek! Ki a megtestesült Isten, annak Isten lényegét és Isten kifejeződését kell bírnia. Mivel Isten testé lesz, világra hozza a munkát, amit majd elvégez. És mivel Isten testé lesz, ki fogja fejezni azt, ami ő. És képes lesz az igazságot az emberhez elhozni, életet ajándékozni neki, és utat mutatni neki. Az a test, amelyben nincs Isten lényege, határozottan nem a megtestesült Isten. Ehhez nem fér kétség. Ha az ember megvizsgálja, hogy ez Isten megtestesülése, az általa kifejezett természet és szavak alapján kell meghatároznia. Vagyis ha azt akarjuk igazolni, hogy ez Isten megtestesült teste, és hogy ez az igaz út, az ő lényege alapján kell különbséget tenni. Hogy eldöntsük, hogy Isten megtestesült testéről van-e szó, a kulcs az ő lényegében rejlik. Munkájában, szavaiban, természetében és más aspektusokban.
nem a külső megjelenésben. Ha az ember csak a megjelenését vizsgálja, és átsiklik a lényege fölött, az csupán tudatlanságát mutatja. Ámen. 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 Még egy passzust. Hadd olvassam én. Persze, tessék. Itt ezt. Isten most nem szellemi testben jön munkálkodni, hanem hétköznapi testben. Ez nem csak Isten második megtestesülésének teste, hanem az is, amelyben visszatér a húsvértestbe. Ez egy nagyon hétköznapi húsvértest. Te nem láthatsz semmit, ami kiemelné őt a többiek közül. De korábban sosem hallott igazságokat szerezhetsz tőle. Ez a jelentéktelen húsvértest magába foglalja az Istentől származó igazság minden szavát. Átveszi Isten munkáját az utolsó napokban, és kifejezi Isten egész természetét, hogy ember megismerje. Nem ég benned a vágy, hogy lásd a mennyei Istent. Nem ég benned a vágy, hogy megértsd a mennyei Istent. Hogy megtudd az emberiség rendeltetési helyét. Ő mindezen titkokat elmondja neked, amelyeket eddig senki nem tudott elmondani. És azokról az igazságokról is beszél neked, amelyeket nem értesz. Ő a te kapud a királyságba, és a te vezetőd az új korba. Egy ilyen hétköznapi húsvértest sok felfoghatatlan titkot rejt. Lehet, hogy a tettei kifürkészhetetlenek számodra, de az általa végzett munka végső célja elég, hogy lásd, ő, ahogy az emberek hiszik, nem egyszerű hús és vér. Ő Isten akaratát és gondoskodását képviseli az emberiség iránt az utolsó napokban. Bár nem hallhatod a szavait, amelyek mintha megráznák az eget és a földet, bár nem láthatod, hogy a szeme olyan, mint a tűz lángja, és bár nem érezheted meg az ő fegyelmező vasvesszejét, a szavaiból hallhatod haragját, s tudhatod, hogy Isten együtt érez az emberrel. Láthatod Istennek és az ő bölcsességének igazságos természetét. Ezen kívül felismerheted az egész emberiséget féltő gondoskodását. Isten munkája az utolsó napokban az, hogy az ember láthassa a mennyei Istent a földi emberek közt élni, s hogy megismerhesse Istent, engedelmeskedjen neki, félje és szeresse őt. Ezért öltött testet, és jött vissza másodszor is. Ámen. Ámen. Ilyen sok igazságot fejez ki mindenható Isten. Beteljesíti az Úr Jézus szavait. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. De amikor eljön az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall. És az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Péter azt is mondta. Itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén. Mindezek a szavak beteljesedtek. Amikor az Úr visszatér az utolsó napokban, emberfiaként közli az igazságot, s végzi az ítélet munkáját Isten házán kezdve. Az emberfia említése az embereket elutasításra készteti, és megbélyegzésre sarkalja, ahogy az Úr Jézussal is tették. Ez az emberfia képes kimondani az igazságot, és elvégezni az ítélet, s a tisztítás munkáját. Így az emberek meghallják Isten hangját, és megtudják, hogy az Úr visszatért. Gondoljatok bele, csak maga Isten tudja kifejezni az igazságot. Képes lenne erre az ember? Nem. A híres emberek ki tudják fejezni az igazságot? Nem. A sátán ki tudja fejezni az igazságot? Persze, hogy nem. Így igaz. Csak a megtestesült Isten tudja kifejezni az igazságot. Egy híresség sem tudja kifejezni azt. Kétségtelen. Ámen. Ámen.
Nos, mindenható Isten oly sok igazságot fejezett ki, ami bizonyítja, hogy ő a visszatért Úr Jézus. Igen, igazad van. Csak Isten tudja kifejezni az igazságot. Ámen. Ez új fényt vet a dolgokra. Hála Istennek. Istennek.